Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok! Gyerekek, háború folyik, és a kérdés az, hogy te melyik oldalon állsz. Háború folyik a tripla A kiadók ellen, amit a gémerek maguk mi hirdettünk meg valamilyen formában, de mi voltunk egyben az okozói is ennek a háborúnak, és most ennek, ez, ennek a háborúnak próbálunk véget vetni. És azt hiszem, hogy a Ghost Recon Breakpoint jelen pillanatban ennek a háborúnak az egyik csúcspontja. Valamikor régen egy Wall Street-i üzletember kitalálta a mikrotranszakció koncepcióját a játékokban, és most várd meg, hallgass végig velem ezt a videót, mert kérdések lesznek, és ti fogjátok őket megválaszolni valamilyen szinten. Szóval ez az üzletember kitalálta a mikrotranszakció koncepcióját, és egy fantasztikus ötletnek bizonyult. Ezért a játékcégek, a kiadók, a nagyobb kiadók elkezdték alkalmazni, és mi gémerek boldogok voltunk, hogy egy aféle második esélyt kapunk a játékunkkal azzal, hogy egy újabb tartalmat, egy újabb kiadást veszünk meg a játékunkhoz, és minimális összeget kell fizessünk érte, azért, hogy azt a tartalmat élvezhessük. Gyors röpte most arra, és minden hír, minden játékról arról szól, hogy, hogy tele van mikrotranszakcióval, hogy lopják el a pénzünket, lootboxok, pay to win, és sok játékra ez igaz is. És uh, sok játéknál jó is lenne megszüntetni egy-két dolgot, például ugye a pay-to-win rendszereket, mint ami mostában a Call of duty -nál előfordul, hogy fegyverek vannak lootboxokban, emellé hozzátársítva, vagy 5000 matrica, amire nincsen szükséged. Szóval, hogyha nem költesz pénzt, kurva kis eséllyel fogod megkapni azt a fegyvert, ami OP-nak számít. Na de... Sok videóban, meg kommentben, miközben beszélgettem veletek, elmagyaráztam, hogy a lootboxok miért károsak. Nem csak a pénztárcánkra nézve, de a függőségeinkre is nézve, és ugye esetleg a gyerekeinkre nézve, és az ő függőségeikre nézve, és arra, hogy mire fókuszálnak, ha egyszer oda kerülnek a való életben. Viszont nem minden fajta mikrotranszakcióval nem értek egyet, hogy úgy mondjam. Egyes mikrotranzakcióval tegyük fel, egyet értek a játékban. Tehát, ha valamire költök, és pontosan azt kapom a pénzemért, azzal nincs bajom. Ha valamire költök, de random dolgot kapok a pénzemért, azzal nagy bajom van. Szóval, a Ghost Recon Breakpointban fellelhető, gondolom hallottátok a híreket, és hallottátok a híreket. Az egész Breakpoint értékelő minden faszom gamer kritikus szájából az jön, legalábbis nyugaton, nem tudom, hogy Magyarországon ahogy megy, nem néztem róla videót. De nyugaton az megy, hogy milyen rettentően um, greedy, hogy mondják, ez kapzsi a Ubisoft, hogy egyszerűen az utolsó szőrszálig el akarnak adni mindent ebben a játékban és teljes mértékben igaz. Tehát a mikrotranszakciós bolt az olyan szinten tele van tűzdelve mindennel, hogy teljes mértékben kihagyhatod a játékból a játékot. Bármit megvehetsz, mindent megvehetsz. Olyan szinten, hogy egyszerűen nem kell lutoljál a játékban. És itt kezdődik a háború lényege, itt kezdődik a breakpoint lényege, itt kezdődik az, hogy te melyik oldalon állsz ebben a háborúban, mert breakpoint, Ghost Recon breakpoint az azért készült el, legalábbis innen nézve, és ez valamilyen szinten bebizonyítom nektek, hogy lássátok, a Ghost Recon Pickpoint azért készült, hogy egy ajtó legyen egy bolt, boltba, és ráadásul az az ajtó nincs is valami szépen megcsinálva, olyan, mintha bemennél egy zsibvásárba, mintha Pesten bementél volna régen a kínai piacra, van még a kínai piac Pesten? Nem tudom. Aminek éppen volt egy kerítése, vagy éppen volt neki egy neki egy kapuja, és bementél a kínai piacra, és körbenéztél, és egyszerűen csillag villagadt minden, mindent árultak, mindent árultak a kínai piacon, amire valójában nem volt szükséged, és ez a Ghost Recon Breakpoint. Ha már felhoztam a, a, a kínai piac, és a kerítés és kapu hasonlatát, el lehet mondani, hogy Pesten a kínai piac körül, ugye, egy nagyon rettenet rossz um, kerítés, illetve kapu volt. Sok helyen nem is volt. És reprezentálja ez most, ez az egész, a, a, a játékot, a rossz kapu és a rossz kerítés. Mert ha bementél a piacra, akkor olyan túl volt minden, pontosan ahogy az Ubisoft volt, um, hogy is mondjam, pontosan úgy, a az Ubisoft bolt virtuálisan túl van zsúfolva, amit megvettél a kínai piacról, ha szerencséd volt, jó volt, ha nem volt szerencséd, akkor nem volt jó. Kicsit úgy érzed magad az Ubisoft boltban is. Ha szerencséd van, jól fog kinézni ez a skin, és tetszeni fog, mert a képeken, amit látszol, mindig jól nézel ki. Ha szerencséd van, akkor nincs. Viszont az elmélet és a mikrotranzakció, ami mögötte van, az, az helyes. Kurva sokat akarnak eladni neked, viszont, és kurva részletességig, de tényleg, viszont azt kapod a pénzedért, amit, fizet, amit, amit látsz a kép, amit látsz, mert nem biztos, hogy úgy működik, ahogy szeretnéd. Szóval, ja, ez a breakpoint. Az egész játékot a bolt köré építették, azért, hogy te vásárolj. Viszont, és jön a fordulatpont, viszont a Ghost Recon Breakpointban, a játékban mégis van élvezni való. A Ghost Recon egy mélyre menő sorozat, ahol a gameplay maga elég jó és szórakoztató. Rajongóként ez a sorozathoz mindig találok valami élvezeteset benne, ha visszatekintek a múltra. Ez a játékkészítőknek az érdeme, hogy valamikor, amikor még a mikrotranzakciók nem igazán léteztek, és a készítők arra fókuszáltak, hogy minőségi játékot csináljanak, mert az jelentette az eladást, hogyha a kritikus azt mondta a játékára, anyám, ez a játék innovatív, ez a játék jó történet, ez a játék szép grafika, régen ezek voltak a jó ismérvei egy játéknak, és a készítők mindent megtettek azért, hogy a kiadó felkarolja a játékukat, és kiadja, és azzal, hogy ez egy ötcsillagos játék, gameplay, grafika, illetve innováció téren, ezért a gamerek rohantak leadni a pénzünket, és ez így volt korrekt. Korrekt játékot kaptunk a pénzünkért. A Ghost Recon Breakpointban megvan ez a korrektség, mivel egy régre visszamenő játék. Mi kell egy jó játékhoz, hogy egy olyan körforgás uh, körforgást találj, amit a játékosok élveznek csinálni. A Ghost recon ez megvan, élvezed a lövést, élvezed, hogy hogyan közelíthetsz meg helyzeteket, több oldalról magyarul, akár akciódúsan bemész, neki rontasz az zeneminek, csendesen legyilkolod őket távolról, vagy akár a levegőből lebombázod őket. Ez mind lehetséges a Ghost recon Azért, mert ez a játék nagy múltus sorozat, és maga a Ubisoft, az már tisztában van vele, hogy a készítők, tisztában vannak vele, hogy mi, mi, mi kell ennek a sorozatnak ahhoz, hogy egy jó ismétlődő játékot csinálnak, és ez benne van a breakpointban, és ez az a pontja, amit élvezni lehet ennek a játéknak, és kóban euh, még élvezetesebbé válik, hogy őszinte legyek. Viszont ennyi, ennyi az, ami, ami jó a breakpointban. A, a szimpla, leegyszerűsített játékmenet, mert hogy minden máson kispóroltak minden mást. Térjünk rá a grafikára. A grafika gyönyörű, igaz? Észrevető, hogy a grafika mennyire gyönyörű ebben a játékban, amíg, amíg a dzsungelben vagy, amíg a hegyekben vagy, addig gyönyörű. Amint beérsz az első bázisra, az egész ilyen, e, valamit kihagytak belőle, üres az épületek, üresek, a, a, a környezet ilyen, ilyen fura, leegyszerűsített valami, és, és így gondolkozom mi, mi tehát minthogyha, hát lássuk csak, többet fognak a játékosok mászkálni a környezetben, ezért azt megcsináljuk szépre, paraszt vakítsunk, de a bázisok, ahol úgyis akció van, ott úgy sem fognak annyira figyelni a dolgokra, ott nem kell a parasztvakítás. Szóval ennyit el lehet mondani a grafikáról, hogyha, hogyha ide kerülünk. A másik a másik dolog, a, ez, ez, ez is nagy az enemik maguk hihetetlenül bagosak, és az AI az hihetetlenül buta. De ha magadat szórakoztatod, hogyha úgy állítod fel, hogy te most taktikusan közelítesz meg egy bázist, akkor úgy egészen értékelhető tud lenni az egész helyzet. De amint akció dúságra kerül a sor. Hát, az enemik azok, az hihetetlenül el vannak veszve, és azt se tudják, hogy mi a fasz kell csinálni. A sztori kicsit muszáj megemlíteni, mert itt is hatalmas, úristen van. A story maga uh, szimplisztikus. Van egy sziget, a világ 2.0-át építik ott meg, egy Scale Technologies uh, cégnek köszönhetően, ahova ugye ez a Scale valaki oda költöztetett embereket, családokat, több generáción keresztül ott éltek, boldogok voltak, fejlesztették az új világot. Felvettek egy katonai tanácsadót, és ez John, John Bental um, nevében mondható fel, ugye a Punisher csóka, ő lesz a fő rossz, ő a fő rossz fiú, és, és ugye elfoglalja a szigetet, oké? Okay? És te ott vagy, oda küldtek téged, hogy ezt kinyomozz, persze itt még azért lesz egy fordulat, ezt már most látszik a fordulaton, hogy milyen fordulat lesz, de téged oda küldtek, az a lényeg, lezuhansz, egyedül maradsz, egy társadat megölik, a többiek le vannak sérülve, és az egész világnak a hangulatát meghatározó zene ami ezt a, ezt a nyomasztó érzést kelti benned, ami nagyon jó az elején. Mondjál, rátérek, hogy miért. Nagyon jó ez a nyomasztó érzés, a zene kiváló, amikor üldöznek a zene nagyszerűen átadja azt a hangulatot, hogy egyedül vagy, le vagy sérülve, csak magadra számíthatsz, túl kell, hogy éljél, és a több, és minden ott van a játékban. Tudjátok, meddig? Addig a tetves pontig, amíg beérsz a bázisra, ahol aztán mindenki más, aki játszik ezzel a tetves játékkal, ott van. Az összes neved látod. Hogy a francba érezheted magad magányosan, és, és kitatítottan, és e, kegyvesztettem, vagy ahogy tetszik, a játékban, amikor bemész a bázisra, és minden más ünnepet ott látsz. Beach, please. Jaj, na akkor térjünk rá a második részére a dolgoknak, az animációk. Itt nem csak az a dolog, amiről minden kritikus valószínűleg már megemlített, hogy az arcanimációk iszonyatosan szarok. Nem, nem csak arról van szó. És hozzá kell tegyem, hogy John a az alakítása egyszerűen a felüdülés a többi karakterhez képes. Egyszerűen hozza magát a csávó, és aki kedveli őt, mint színész, az meg fogja kapni. Meg fogja kapni azt a hangsúlyt. A, az animációkat tekintve az övésem a legtökéletesebb, de látszik, hogy egy kicsit több energiát fektettek az ő szerepébe, mégiscsak az Isten szerelmére. De ettől függetlenül ő, mint egy rossz jó, nagyon jó hozza, amit hoznia kell le a kalappal, ezzel, ezzel, nincs semmi baj. Viszont ahol rettentően spóroltak a Wildlandshez képes például, azok a hihetetlenül buta, egyszerű, kikövetkeztethető konverzációk, a nagyon nem megkedvelhető karakterek, akiknek olyan személyiség jegyék vannak, hogy inkább főbelőnéd őket, és te megcsinálod a segítségük nélkül az egész problémát. Egyszerűen, egyszerűen katasztrófa. Uh, nincs karakterfejlődése egyik karakternek se, hanem egyszerűen beraktak mindegyiknek egy sémát, egy, 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 egy tulajdonság sémát, amit nagyon erősen nyomnak feléd, ezáltal keltve benned valamiféle érzés. Tehát például, hogy skelly -e nagyon félék, nagyon geek, a Schulz az pedig ilyen, Uh, nagyon kemény, én vagyok a vezető, és nem, üzi, nem adom ki azért. És mindegyik ráhúztak ezt az egy sémát, és a karakterek ezen az egy sémán belül mozognak, és semmiféle értékük nincs ezen felül az egy sémán belül. John Bertánnak a, a karaktere változatosabb, több sémán belül mozog, és nem tud hova helyezni ezt a karaktert mert mutatnak dolgokat a múltjából, és mutatnak dolgokat a jelenéből, ugyebár nem tudod hova helyezni a karaktert, és mi a motivációja, amíg el nem jutsz a játéknak azon pontjára, hogy ez kiderül számodra, és ezért kedvelhető a rossz fiú, mert nem húztak rá egy sémát, nem húzták rá, hogy a rossz fiú vagyok séma. Viszont egy kicsit elég butaság, hogy majd ő megváltoztatja a világot című séma. Na, itt nem ér véget a butaság a játékban, mert ami a Wildlandshez képest megint visszafejlődés, mert ebben a játékban minden visszafejlődés. Minden. Az a hülye konverzáció a kis mbc kkel akiket ki kell hallgatni. Oda mész, leütöd, vagy éppen nem ütöd, hogyha civil, és rekkérdezel, tudsz-e valami információt erről? Erre a válasz az NPC-től az az, hogy elmondtam mindent, amit tudok. Nem hallod a konverzációt. Nincs egy kis animáció, mint a Wildlands-ben mint a volt. És csak így, tudsz valamit? Erről mindent elmondtam. És kész, ki van hallgatva az illető? Értem, hogy spórolni akartak az időn, de nem az időn akartok spórolni, a fölösleges animáción, mert akkor két héttel tovább kellett volna programozni, és az nem jó, mert nem keresünk pénzt. Uh, ja, a másik, ami a játék hangulatát meghatározza, az az, hogy mi a franc. Végül is érthető valamilyen szempont, ott vagy egy szigeten, ahol ott van ez a katonaság, mondhatni, és, és, ezek átvették a szigetet, értitek? Te átvették a sziget felett az irányítást. Beach, please! Honnan vannak ennyien? Egy egész hadsereg, minden három méteren három ember őrjáratozik. Továbbá a különböző ilyen város szekciókba, meg kutatólabor szekciókba ott vannak a katonák, te orba szájba lövöldözöl, érted? A civilek meg ott dolgoznak nyugodtan. Mi a franc történik? Legalább, legalább egy, egy egyszerű animációt adtak volna a botoknak, hogy fussanak el a civilek, hogyha már harc van. Ráadásul, ha vég, végzel a harccal, bemész a bázisra, tök természetes, meg amúgy tök természetes, hogy. A katonák ott vannak, és a civilek ott dolgoznak. De hogy tök természetesen te bemész a bázisra, hogy miután véget ér az akció, legyilkoltad a fél bázist, és a civilek, meg a, a, a kutatók ott <laughs> menjél már odébb, mert idegesítesz, zavarsz, hagyjál bék, ilyen szövegeket hagy, mondanak ilyen. Mi van? De ho, hova tűnt ez a játék? A Wildlands-ben, hogyha elmentél egy civil mellett a városokban bárhol, annak amúgy a koncepció jobb volt, mert a városban inkább feltalálsz mafiózókat, ugye. Ha elmentél egy civil városban, vagy valami, akkor az, ha túl közel mentél hozzá, az eltávolodott tőle, lehajolt, tehát valami. Itt nem, itt a tudós beszól neked, ez meg, hogy ha oh, hagyjam a békén, idegesítesz, zavarsz, ízé, mennyi el, tudod? Mi, mi, mi van? Hogy jön ez, és hogy határozza meg ez a játék hangulatát? Na mindegy, de megint csak mondom, ettől függetlenül, a Game Loop, a, a körforgása, a játékmenetnek sok mindent elfed, hogy és élvezetessé teszi főleg kóban. Hát azt hiszem, hogy ez, ez az, ahol a háború folyik. A multiplayerre rá kell térjek egy kicsit, arra is beszéltek az emberek. Ugye azt mondják, hogy pay to win a játék, mert hogy fegyvereket tudsz vásárolni magadnak. Őszinte leszek veletek, srácok, jártam a multiplayerben, hátrányát nem éreztem. Ö, ennek még esetleg az első három pályán egy embert nem tudtam megölni. Egyszerűen hozzá kell ezt szokjak a játékhoz. Első két után hozzászoktam a, a játék tempójához, taktikájához, az embereknek, utána hátrányt nem szenvedtem semmiben a multiplayerben egyszerűen a multiplayer érvezetes volt, főleg úgy haverommal játszottam egyszerűen, nagyon nagy, jó volt, nem tudom, hogy az emberek vásároltak, nem éreztem hátrányát semmiben. Nem tudom, az emberek vásároltak jobb kamuflást a láthatósággal hatalmas baj van, így is a játékban, de lehet, hogy direkt van így. Ha nem mozdulsz meg a fűben, soha nem vesznek észre. Ha amint megmozdulsz, esetleg akkor észre fognak venni. Ha lősz egyet, észre fognak venni. De amúgy alapvetően szerintem minden úgy működik, ahogy, ahogy kell, leszámítva az összes bagot, amit amúgy is felsoroltam eddig. Ez a játék azért készült, hogy egy kapu legyen egy boltba. Egy boltba, ahol digitális tartalmat vásárolsz, ami nem jó semmire. Ne vásárolj semmit a Ghost Recon Breakpointban. Semmit ne vásárolj, mert nem fog semmiben hiány szenvedni, hogyha végigjátszod ezt a játékot játszd végig a játékot, nem kell vásárolni semmit, mert nem számítanak a fegyverek, nem számít a progression system, nem számít az, hogy jobb fegyvered van, vagy gyengébb fegyvered van, minden enemi belehal egy headshotba szintől függetlenül, végig fogod tudni játszani a játékot az alap fegyvereiddel. Nem számít a progression, nem számít a szint, semmi. Ha ezeket fognám és kidobnám, az egészet ki lehetne dobni a kukába, és csak egy, looters, ö, egy shooter lenne, lút nélkül, bázis nélkül, progression systemek nélkül, skillfanékül, semminek, akkor is menne ez a játék. Mert olyan játék körforgása van, amit élvezni lehet, és működik. Szóval, ja, ha ezt nézem csak, a Ghost Recon Breakpoint oké. Okay. De ez semmi más, ez a játék, mint egy belépő egy boltba. Érted? Az automatikus ajtó, ami kinyílik előtted egy boltba, hogy vásárolj. Ráadásul egy olyan tartalmat vásárolsz, aminek nincs fizikai ráhatása semmilyen szempontból az életedre. Ez a bolt, ez fék, mint a kínai piac. Nem szabad bemenni és nem szabad ott vásárolni. Kívülről nézni jó vásár, bemenni esetleg, körbenézni, röhögni egy jót, jó, de nem szabad vásárolni. Megfogni a tárgyakat ott, megnézni, izélni esetleg. Tudjátok, mikor szabad vásárolni? De nem a boltba. <laughs> mikor szabad bemenni a kapun? Amikor ki van írva a kínai piacra, nagy táblával, hogy minden egy forintba kerül. Akkor. Amikor a Ghost Recon Wild, uh, Breakpoint, 5 dollár lesz, 5 euró lesz, annyira leakciózva, akkor vedd meg ezt a játékot. Semmiképp sem előbb. Nagyon köszönöm a figyelmet, uh, remélem, hogy tudtam hozni egy balanszot abban, hogy miért szar a Ghost Recon Breakpoint, nem, nem szar, miért nem játéknak készült a Ghost Recon Breakpoint, hanem annak, hogy költsd a pénzed, és hogy mi a háborúnak a lényege. A fő kérdés, Hashtag macskabugyi, ha eljutottál eddig. A fő kérdés az, te melyik oldalt támogatod? Azt, ahol már olyan játékokat készítenek, ahol ami arról szól, hogy vásárolj, vásárolj, extrába, extrába, vagy olyan játékokat fogsz támogatni, ami arról szól, hogy minőségi gameplay. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig. Sziasztok!